Bangkok, Thailand fővárosa. Na, oda megyünk ma. Bangkok nem az a hely, amit csak úgy egy epizódban át lehet adni, itt le tudnék forgatni, vagy 200 részt. Úgyhogy ez most lehet, hogy kevésbé lesz látványos, mint a szokásos, inkább hasznos, de azért igyekezni fogok. Rögtön egy vicces dologgal kezdeném. Bangkok tengerszint fölötti magassága nagyon alacsony, viszont a tengerszint folyamatosan emelkedik, a város eközben süllyed, úgyhogy javaslom, nagyon gyorsan vegyétek meg a repülőjegyet, hogyha meg szeretnének nézni, mert hamarosan jelentős része víz alá fog kerülni ez a videó. Mire te nézed, lehet, hogy már nem is aktuális. Alapterülete 1568 négyzetkilométer, lakossága pedig 8 millió fő, ami agglomerációval együtt 14 millió, tehát egy igazi nagyváros, amit hogyha az utcán sétálva nem is mindig érzünk. Ez nem az a hely, ahol célszerű eltévedni lemerült telefonnal, GPS nélkül, mert itt szinte senki nem fog tudni neked segíteni, mert nem beszélnek semmilyen idegen nyelved, és semmit nem fogsz megtalálni, mert a város akkora. Szerintem kezd azzal, hogy szerzel internetet a telefonodra, amit szinte bármelyik 7-Eleven nevű boltban, illetve bármilyen telefonos boltban megtehetsz, vagy pedig, ha erre nincsen szükséged, akkor mindenképpen tölts le egy offline térképet, hogy tuti ne veszel a városban. Akkor kezdjünk is neki. Az első állomásunk a Királyi Palota. Más néven Grand Palace. Nagyon jól megközelíthető helyen van, mind szárazföldön, mind vízen. Annyira jó hely, hogy erről csináltunk is egy külön epizódot, amit majd ez a videó végén a leírásban megtalálsz, hogyha esetleg érdekel. Nagyon látványos, mindenképpen javaslom, hogy nézzétek meg. Belépő 500 bat, de minden egyes fillérét megéri. A következő állomás pedig a Sarangrong Park, ami közvetlenül a Grand Palace mellett van. Önmagában nem lenne nagyon érdekes, de este ez a hely megtelik emberekkel, és mindenki jógázik, fut, edz az ingyenes edzőteremben, vagy pedig valamilyen sporttevékenységet csinál. A következő hely szerintem megint egy olyan, amit hogyha Bangkokba jársz, nem hagyhatsz ki semmiképpen, az a neve, hogy Wat Arun, és a teljes neve pedig Wat Arun Ratchavararam Ratchavararamhavihan. Az odajutáshoz át kell kelned a folyón, amit kemény 4 batért tehetsz meg a helyi kompal, ami közvetlenül az épület előtt áll meg. Ez egy buddhista templom, de merőben eltér az átlagos buddhista templomoktól, piramisra hasonlító formája miatt. Lélegzetelállító mindenképpen érdemes megnézni, belépő 50 bat. A környezetében továbbá találhatóak egyéb templomok is, amik a szokásosnál szebbek szerintem is, jobban díszítettebbek, teljesen ingyenes a belépés, úgyhogy ha már ott vagytok a Wat Arun környékén, akkor mindenképpen járjátok körbe a területet, mert még rengeteg más látnivaló is van ott ingyen. A következő hely az én személyes kedvencem, az a neve, hogy Golden Mountain, ami valójában egy templom és egy domb tetején található, ahonnan van egy gyönyörű városi panoráma, és tele van buddhista szerzetesekkel, illetve nézzétek meg, jól néz ki! Akartunk egy ilyen igazi nagyvárosi felhőkarcolós képet csinálni, de úgy tűnt nekünk, hogy erre az egyetlen lehetőség nagyjából az, hogy fölmegyünk egy ilyen skybarba, egy ilyen felhőkarcoló tetejére és valamilyen heroinárba megígyunk, vagy egy koktélt. Tehát ez a kettő gond van. Egy, én erre sajnálom a pénzt, kettő, soha nem iszok szinte alkoholt. Úgyhogy
kellett egy B megoldás, és a kedves párom talált is egy helyet, egy gyönyörű buddhista templomot egy hatalmas dom tetején, amiről megkaptuk azt a belvárosi panorámát, így jön. Most mutatok pár képet, amit itt sikerült készítenem. Következő állomásunk pedig a Kaosan Road. Ez egy éjszakai piac, de valójában ennél sokkal több. Tele van bárokkal, jobbnál jobb helyekkel, meg kevésbé jó helyekkel, minden szinten szinte minden. Fiús lányok, lányos fiúk, igazi lányok, igazi fiúk, jó kaják és hát a szokásos gusztustalan kaják is. A pezsgő éjszakai életre vágysz, vagy csak a skorpió kellemetlen ízét sejemhernyóval szeretnéd semlegesíteni, akkor ez a te helyed. És ha már éjszakai élet, akkor a Patpong Night Market és környékéről sem feledkezhetünk meg. Ez a Pingpong Show őshazája, de valamit jól jegyez meg. Két dologban nem lehetsz biztos Tájföldön, hogy azt kaptad, amit kifizettél, az egyik az étel, a másik pedig a nő. Csak Market egy hely, aminek nincs vége. Ez egy utcai piac, ahol naponta 15 ezer árus várja a vendégeket, és el tudsz itt tölteni egy egész napot úgy, hogy nem jártad be az egészet. Ez Thailand legnagyobb piaca. Óriás bevásárlóközpontok. Nyilván bankok hatalmas, és mindenfelé vannak nagy bevásárlóközpontok, de van egy rész, ahol gyakorlatilag szinte egyben ülnek a bevásárlóközpontok, és óriásiak, szuper modernek, nagyon jól néznek ki amúgy, és ugyanazon a vasútvonalon van, mint az előző piac, amit megnéztünk. Én nem vagyok az a nagyon bevásárlós típus, de nekem egy kimondott kellemes csalódás volt ez a rész. Nem csak maguk a bevásárlóközpontok, hanem gyakorlatilag a bevásárlóközpontok között megoldott gyalogos közlekedés, ami több szinten történik. Lumpini Park az a hely, ahol kitalált és valós szörnyetekek is békében egymás mellett élnek. Ide is rengeteg sportolni vágyó ember érkezik, futnak, bicikliznek, aerobikoznak, sőt, utóbbi amúgy ingyen is van. Park már önmagában elég jó hely ahhoz, hogy fölkerüljön szerintem erre a listára, de mégis kiemeli a többi közül az, hogy ebben szörnyetegek élnek. Kitalált szörnyek, mint a Pokémonok, amiket százával ölnek itt. És valódi szörnyek. A következő képsorokat csak erős idegzetűeknek ajánlom. Valójában csak szivatlak, ezek szuper aranyos lények, látszólag teljesen ártalmatlanok, és egy reumás csiga végsebességének körülbelül felével haladnak a szárazföldön. Pár percenként láttunk egy újat, és a leghosszabbak olyan jó másfél-két méteresek is voltak. És persze a kínai negyed. Ez Ázsia a négyzeten. Rengeteg ember, fényreklámok, hatalmas forgalom és tömeg. Ez így a kínai negyed általában.
teljesen különböző arcát mutatja nappal, és éjszaka érdemes mind a két időpontban megnézni, hogyha a közelben laksz. Nekünk ennyi fért bele a három napba Bangkokban, és itt most csak azokat mutattam be neked, amit szerintem érdemes meglátogatnod, hogyha arra jársz. Amennyiben tetszett a videó, kérlek dobj egy lájkot, és írd meg a véleményedet a videó alatt, mert ez nekem nagyon nagy segítség lenne, mert előre hozza a találati listában, és így tudsz engem a legjobban támogatni. Amennyiben még nem iratkoztál fel a csatornára, akkor ezt most ne felejtsd el megtenni, hogy ne maradj le a következő részekről. Világgyorsan még két dolog. Az első, hogy készült egy külön epizód magáról a királyi palotáról, ami amúgy gyönyörű, érdemes megnézni, a linket a videó leírásában találhatod, illetve egy gondolat, ami így nagyjából összefogja a három napunkat Bangkokban, az pedig így szól, hogy nem baj, hogy lassan haladunk, mert nem biztos, hogy jó irányba megyünk. Végnapot!